Érik a dinnye. A szabolcsi gazdák idén jó termésre számítanak. Térségünkben a jövő hét elején kezdődik a szezon. Segítség a vállalkozásoknak. A kormány a korábbi 25 millióról 50 millió forintra emelte a Széchenyi kártya folyószámla hitel maximálisan igényelhető összegét. Turisztikai vonzerő. A középkori templomok útja elnevezésű program hatására is nő az észak-alföldi régióba látogatók száma, hangzott el egy konferencián. Országszerte mintegy 11 ezer család foglalkozik dinnyetermesztéssel, közel 6200 hektáron. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A gazdák idén jó termésre számítanak. A szabolcsi termelők azt mondják, térségünkben a dinnye szezon körülbelül egy hét múlva kezdődik. Idén jó termésre számíthatnak a dinnyetermelő gazdák. Békés megyében már beindult a szezon, a Szüredbe a szabolcsi gazdák kapcsolódnak be legkésőbb. A szabad gyökerű dinnyék már 2-3 kg körüliek a nyírségi földeken, a tökre oltott növények viszont még a virágzás előtt állnak. Ez a dinnye még egy olyan egy hét múlva indul be, és akkor azt lehet már mondani, hogy fog is dübörögni, már ilyen csúcs szezon lesz egy július 5. július 10-e környékén. Most jelenleg egy 60-80 forintos felvásárlási áron van már dinnye eladás, értékesítés, és elsősorban a szabad gyökerű dinnyékről, ami egy héttel, 10 nappal korábban érik, mint a tökre oltott dinnye. Hazánkban jelenleg egy ember évente átlagosan 15 kg dinnyét fogyaszt, bár a görög dinnye 90%-a víz, a szakértők szerint így is kiváló vitamin és ásványi anyagforrás. A hazai dinnyék főleg frissességükben jobbak az Európa déli részeiről ide szállított dinnyéknél. A vásárláskor érdemes néhány dolgot szem előtt tartani, hogy mézédes, roppanós húsú dinnye kerüljön az asztalra. Minél nagyobbak a dinnyék, általában nál finomabbak, meg nézni kell azért a hangját is. Hát ezt úgy tudjuk megállapítani, hogyha megfogunk például egy dinnyét, hogy megüt az ember, rezgős legyen. Most ezt így mesélhetném, hogy mitől kell úgy rezegni, ezt az embernek a tapasztalatából derül neki ezek a dolgok. A hazai dinnye közel 60%-át exportra termelik, a felvevő országok között van Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország és a balti államok is, ahová egészen októberig szállítanak a hazai dinnyéből. A kormány a korábbi 25 millióról 50 millió forintra emelte a Széchenyi kártya folyószámla hitel maximálisan igényelhető összegét. Az alacsony alapkamatnak és az állam által nyújtott támogatásoknak köszönhetően a hitelkonstrukció minden eddiginél olcsóbban és egyszerűbben érhető el a kis- és középvállalkozói szektor számára. A megyében az idei év első felében több mint 1 milliárd forint hitelhez jutottak így a vállalkozások. A Széchenyi kártya szabadon felhasználható folyószámlahitel éves nettó kamata 4,5%. Az igénylők akár már 3 hét alatt is hozzájuthatnak a minimum 500 ezer, maximum 50 millió forint összegű szabadon felhasználható hitelhez. Nagy örömünkre a Széchenyi kártya program keretein belül sikerült megállapodnunk a Fejlesztési Minisztérium és a Gazdasági Minisztériummal abban, hogy mostantól, tehát a magyar közönségnek a meghirdetéstől számítottan a Széchenyi kártya folyószámla hitelnek az eddigi 25 millió forintos felső határát megduplázza a kormányzat, és 50 millió forintra emeljük föl ezt a felső határt. A gyors és egyszerűsített hitelbírálatot követően csökkentett adminisztrációval akár ingatlan fedezet nélkül is elérhetik a kis- és középvállalkozások a Széchenyi kártya nyújtotta hitel lehetőségeket. 2002 óta több mint 5300 vállalkozást regisztráltunk, a kihelyezett hitel pedig meghaladta 24 milliárd forintot. A programon belül a mai napig legsikeresebb termékünk a Széchenyi kártya folyószámlahitel, amely a vállalkozások átmeneti likviditási nehézségeire nyújt segítséget. Az idei év első fél évében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamara több mint 160 igénylést juttatott a programban résztvevő kereskedelmi bankokhoz. Így az első fél évben kihelyezett hitelösszeg meghaladta az 1 milliárd forintot. Folyamatosan növekszik a belföldi turizmus az észak-alföldi régióban. Az összes vendégészaka 17%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében töltik el a turisták. Ez is elhangzott azon a konferencián, ahol a középkori templomok útja elnevezésű programot mutatták be.
amelynek keretében több mint 60 templom és kastély újult meg a megyében, illetve Románia és Ukrajna határmenti területein. A középkori templomok útja program több ütemben valósult meg, amelynek keretében a megyében és a határokon túl összesen 65 templom újult meg. A program célja, hogy az épített örökségre alapozva turisztikai útvonalakat kínáljon, ezzel is növelve a térségbe érkező turisták számát. Összesen 65 templom került felfűzésre erre a tematikus útvonalra, ami én konkrétan gyöngysornak szoktam nevezni, és ezek a templomok, minden egyes templom egy gyöngyszám ezen a gyöngysoron, illetve most a harmadik ütem végén egy plusz forrás keretében sikerült ugye a médiát is bevonni, országos médiának szervezünk study tourt. A Magyar Turizmus Zrt. Munkatársa a konferencián elmondta, az elmúlt években folyamatosan növekszik a belföldi turizmus az észak-alföldi régióban, amely újabb lehetőségeket kínál a térség számára. Egyre többen részesítik előnyben a vallási vagy történelmi emlékhelyek meglátogatását. Egy friss felmérés szerint a vallási turizmus részesedése 20-30% között van. Ez is bizonyítja a középkori templomok útja program létjogosultságát. Most annak vagyunk tanúi, hogy az elmúlt években rengeteg olyan térség is bekapcsolódik a turizmusba, ahol korábban ennek lehetett hagyománya, de nyilván sokkal kisebb mértékű volt, és pontosan ezért van nagy potenciál ebben a megyében is, és ebben a térségben is. A turizmusunk olyan szinten kiugróan jól teljesített, hogy a tavalyi évben a 9 turisztikai régió közül az észak-alföldi régió dobogós helyen volt, a dél-alföld és észak-magyarország után harmadik helyen szerepeltünk. A Szabolcs községben megrendezett konferencián a sajtóképviselőinek mutatták be a határon átnyúló turisztikai programot, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak a megye értékeit bemutató túraútvonalak. A megyei közgyűlés elnöke szerint a program jó lehetőséget kínált az önkormányzatok, az egyházak és a különböző civil szervezetek együttműködésére egy közös cél érdekében. Terveink között szerepel a program különböző elemeinek Szlovákiára, a Felvidékre történő kiterjesztése is, ott is megvannak a megfelelő partnereink, a magyar-szlovák együttműködési programban is lesz ilyenfajta pályázati forrás lehetőség, és hát végül, de nem utolsó sorban a terület és településfejlesztő operatív programban is lesznek turisztikai úgynevezett attrakciófejlesztések, amelyet ugyancsak a megyei önkormányzat szeretne pártfogásába venni, és az eddigi eredményekre támaszkodva tovább fejleszteni. Ugye ez a megye területére koncentrálódik, vagy korlátozódik a területi operatív programnak a végrehajtása, de ezt szervesen csatlakoztatnánk mind Szlovákia, mind Kárpátalja, mind pedig a Partium lehetőségeit. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a turizmus közvetett módon munkalehetőségeket is biztosít a kis településeken, hiszen a vendégek számára szolgáltatásokat kell nyújtani, és a helyi termékek értékesítése is könnyebbé válik. Idén nyáron elsősorban a kiskorúak védelmét tűzte ki célként a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyári hónapokban nem csak a szórakozó helyeken ellenőriznek, hanem fesztiválokon, rendezvényeken és strandokon is. Főként a tisztességtelen piaci magatartást szeretnék kiszűrni az ellenőrök. Tavasztól egészen október végéig tartanak a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. Ezek során az ellenőrök az általános kereskedelmi feltételeket sértő tevékenységeket szűrik ki. Folyton visszatérő problémának számít például a kiskorúak szeszes itallal és dohánytermékkel történő kiszolgálása. Kereskedelmi és vendéglátóhelyeken, szórakozóhelyeken, itt ki kell térni arra, hogy elsősorban a szórakozóhelyeken a fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizzük. Gyakorlatilag itt fiatalkorú közreműködőkkel próbáljuk meg kiszűrni azokat a piaci magatartásokat, amiket a vállalkozások esetlegesen a fiatalkorúak rovására elkövetnek. Valamint vannak olyan helyszíneink, amelyek inkább csak nyáron jellemzőek, ilyenek például a strandok, különböző akvaparkok, illetve olyan fesztiválok, amelyek teljesen időszakosak és egy-egy nyári hónaphoz köthetőek. Az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak a nyugtákra, a megfelelő mérőeszközökre és a vásárlók könyvére. A fesztiválokon és rendezvényeken pedig kiemelten ügyelnek a vidámparki játékok szabályos működtetésére is. A nyári időszakban idegenforgalmilag frekventált helyeken az ellenőrzések célja az, hogy megakadályozzák a fogyasztók megkárosítását. A legtöbb vizsgálat során nincs szabálytalanság, az ellenőrök elsődleges célja pedig nem a bírság kiszabása, hanem a megelőzés. Lezárult a nyomozás egy 2014-ben történt gyilkosság ügyében. Fábián házán egy segélyhívásra kiérkező rendőrök egy örjöngő férfit találtak.
aki fejszével állta útjukat, amikor be akartak menni a házába. Miután megfékezték a férfit, a családi házban megtalálták a támadó 91 éves édesapját, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A rendőrök a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható D. Miklóst pszichiátriára szállították, majd kihallgatták, amelynek során a férfi részben beismerő vallomást tett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztálya a nyomozást a napokban fejezte be, és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetékes ügyészségnek. Három felnőtt és egy gyerek sérült meg abban a balesetben, amely ma reggel történt a 38-as főúton Gyulatanya és Nyírtelek között. Egy lengyel rendszámú személygépkocsi Nyíregyháza irányába haladva kellő körültekintés nélkül kezdett előzni egy teherautót, miközben egy mögötte haladó gépkocsi már előzésbe kezdett. A személyautó nekikoccant mindkét kocsinak, majd az árokba borult és fának ütközött. A teherautó az úttesten borult fel. A négy sérültet a mentők kórházba szállították. A munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére a reggeli órákban teljesen lezárták a főút érintett szakaszát. Elkezdődött az 5. tárogatós világtalálkozó Vaján. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Szerdán elutazott a dél-koreai univerziádéra Hellebrand Máté. A 26 éves atléta egyedül képviseli a nyíregyházi színeket az egyetemisták és főiskolások világjátékán. A Ferbli győzelmével záruló szuperkupa döntővel véget ért a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság 2014-2015-ös szezonja. Az elmúlt 10 hónapban 108 csapat közel 2000 mérkőzésen lépett pályára. Elkezdődött az 5. tárogatós világtalálkozó Vaján. A Rákóczi Tárogató Egyesület által szervezett rendezvényre többek között Angliából, Csehországból, Kanadából és az Egyesült Államokból is érkeztek vendégek. A július 12-ig tartó rendezvény sorozat zárását követően nemzetközi koncertkörútra indul a résztvevőkből alakult tárogatós együttes. Ne csak múltja, jelene és jövője is legyen a tárogatónak. Ezzel a mottóval nyitották az 5. tárogatós világtalálkozót a Vajai Református templomban. A tárogató egy népzenei fúvós hangszer, történelmünk kísérője a honfoglalástól egészen napjainkig. A történelmi hangszer legújabb, billentyűkkel ellátott változatát a 2014-es évtől hungarikumként jegyzik. Mint zene szerető embernek, bár sajnálatos módon én nem mernék itt kiállni a tárogatós gyülekezet mellé vagy közé, hogy megfújjam az egyébként létező hangszeremet. Szóval mint zene szerető embernek számomra ez egy különösen kedves pillanat, hogy ez a tárogató, ami valóban a magyar történelmi hagyományok egy nagyon fontos része, ez is bekerült a hungarikumok közé. A tárogatót egyedi hangzása és különleges hangszíne miatt a magyar lélek harangjaként is emlegetik. A hangszer ezer szállal kötődik a kultúránkhoz, évszázados tapasztalatok alapján a tárogató a szabadság hangja. Készítek különböző hangnemű hangszereket, most már szinte a világ minden táján ismerik a hangszereimet. Készítek szoprán, S-alt, és basszus tárogatókat. Ez a hangszer, ez például egy amerikai világhírű jazz muzsikusnak a kérésére lett megalkotva. A megnyitó után a Vai kastélyban nyitották meg a Hungarikum elnevezésű kiállítást. A találkozó nem csak Vaja, hanem az egész megye életében fontos szerepet tölt be. Sokszor halljuk, hogy a tárogató a legmagyarabb hangszer. Hát, hogyha magyar, akkor talán még inkább szatmári, szabolcsi és beregi, hiszen a kuruckor emlékei révén, illetve a tárogató egyesület révén, ami Vajához kötődik, Nagy Csaba révén, azt gondolom, hogy nagyon sok szálon kötődik, különösképpen a mi tájunkhoz, a mi megyénkhöz, a tárogató, mint hangszer, és a Rákóczi hagyomány, mint az egyik legszebb történeti hagyomány a magyar történelemben. Ez egy nagy büszkeség számunkra, hogy 5 évente itt rendezik a világtalálkozót, fantasztikus volt a megnyitó. Fiatalok, idősek, a világ számos pontjáról érkezett vendégek
viszik remélhetőleg nem csak a tárogató, hanem a megye jó hírét is, és reméljük, hogy máskor is visszajönnek hozzánk. Az eseményen a Rákóczi Tárogató Egyesület felajánlotta, hogy a jövőben március 27-én Rákóczi születésének évfordulóján, valamint június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján vállalják az ünnepségek hangszeres kíséretét. Szerdán elutazott a dél-koreai univerziádéra Hellebrand Máté. A 26 éves atléta egyedül képviseli a nyíregyházi színeket az egyetemisták és főiskolások világjátékán. Július 3-án nyitják meg a dél-koreai Kvangzsuban a 28. nyári univerziádét, az egyetemisták és főiskolások világjátékát. Az olimpia utáni legnagyobb multisport eseményen Magyarországot 13 sportágban 117 versenyző képviseli. A 20 kilométeres gyaloglás mezőnyében ott lesz a nyíregyházi főiskola hallgatója, Hellebrand Máté is, aki bizakodva várja a versenyt. Az eddigi felkészülés nagyon jól sikerült. Az idei versenyek a célokat sikerült elérnem. Ugye a legnagyobb célom az volt, hogy a Riói olimpiára teljesítsem a kiküldetési szintet, ez sikerült. Innentől kezdve már csak az volt a cél, hogy erre az univerziádéra minél jobban felkészüljek. Minden versenyt, az összes szuperliga versenyt és összes nemzetközi versenyt ennek rendeltünk alá, és úgy azt mondhatom, hogy jól sikerült. Máté szerint a legnagyobb gondot a 30 fok fölötti hőmérséklet és a 90% fölötti páratartalom okozza majd a versenyzők számára, akik között ott lesznek a szám legjobbjai is. Valószínűleg nagyon erős lesz a mezőny. Ugye idén ez a második legnagyobb atlétikai verseny, Pekingben lesz a világbajnokság. Ez az univerziádé egy úgymond kisebb olimpia, minden sportág képviselteti magát, és az előző univerziádékon is majdnem mindig a legerősebb mezőny volt. Elég nagy nevek is rajtozáltak már, és mindig nagyon jó idővel nyernek. Idén még nem láttam rajtistát, hogy kik fognak rajtozálni, de valószínűleg nagyon erős lesz a mezőny. Hellebrand Máténak egy hete lesz az aklimatizálódásra, a 20 kilométeres gyaloglás mezőnye ugyanis július 9-én helyi idő szerint reggel 7 óra 30-kor vág majd neki a távnak. A Ferbli győzelmével záruló szuperkupa döntővel véget ért a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság 2014-2015-ös szezonja. Az elmúlt 10 hónapban 108 csapat közel 2000 mérkőzésen lépett pályára. 108 csapattal és közel 3500 igazolt játékossal az országban a legnagyobbak közé tartozik a nyíregyházi kispályás bajnokság. Augusztus közepétől november végéig, majd márciustól június közepéig a városi stadionban 6 pályán játszották a meccseket a csapatok. A szezont a 10 csoportgyőztes felvonultató hagyományos szuperkupa zárta. Zárásképpen egy fantasztikus szuperkupa döntőt rendeztünk, mindegy 400 néző látogatott ki a döntőre, itt a 10 bajnok, a 10 csoportnak a bajnoka szerepelt, és a dolog érdekessége, hogy a csoportmérkőzések után, hiszen volt 2-3-as csoport és egy 4-es csoport, a A csoport bajnoka a Pikoló Söröző és a H csoport bajnoka a Ferbli csapata játszották a döntőt, és 5-4 arányba győzedelmeskedett a H csoport bajnoka, és így elnyerte 2014-2015 nyíregyházi szuperkispályás bajnoka címet. Szabadtéren, illetve télen a teremben közel 2000 meccset játszottak az elmúlt 10 hónapban a nyíregyházi kispályás csapatok. Fantasztikus évet zártunk, legfontosabb az, hogy komolyabb sérülés nélkül bonyolítottuk le a bajnokságot, és igazán komoly előrelépés történt a fegyelem kérdésébe is, hiszen pontosan a felére csökkent a kiállításoknak a sora, tehát a csapatok egyre jobban felnőnek ahhoz a feladathoz, hogy egy igazi tömegsport, és ide szórakozni járnak hetente egy vagy két alkalommal, és nagy öröm számunkra, hogy most már egyre többen, egy heti 4-5 ezer ember látogat ki a városi kispályás bajnokságra a stadionba. A következő szezon augusztus közepén rajtol, de addig sem maradnak futball nélkül a kispályás foci szerelmesei, július 16-a és 19-e között Sóstón a hagyományos strandfoci fesztiválon lép pályára 40 együttes. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Országszerte mintegy 11 ezer család foglalkozik dinnyetermesztéssel közel 6200 hektáron. A gazdák idén jó termésre számítanak, a szabolcsi termelők azt mondják, térségünkben a dinnye szezon körülbelül egy hét múlva kezdődik.
A kormány a korábbi 25 millióról 50 millió forintra emelte a Széchenyi kártya folyószámlahitel maximálisan igényelhető összegét. Az alacsony alapkamatnak és az állam által nyújtott támogatásoknak köszönhetően a hitelkonstrukció minden eddiginél olcsóbban és egyszerűbben érhető el a kis- és középvállalkozói szektor számára. A megyében az idei év első felében több mint 1 milliárd forint hitelhez jutottak így a vállalkozások. Folyamatosan növekszik a belföldi turizmus az észak-alföldi régióban. Az összes vendégészaka 17%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében töltik el a turisták. Ez is elhangzott azon a konferencián, ahol a középkori templomok útja elnevezésű programot mutatták be, amelynek keretében több mint 60 templom és kastély újult meg a megyében, illetve Románia és Ukrajna határmenti területein. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel péntek este is jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, front nem ér el bennünket, az időjárást egyre inkább anticiklon alakítja, a magasban nagyrészt száraz, meleg levegő érkezik fölénk. Éjjel túlnyomóan derült idő várható csapadék nem lesz, az északkeleti szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Holnap napközben derült napos idő várható csapadék nem lesz, a keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül lesz. Front egyelőre nem ér el bennünket, a magasban egyre melegebb, többnyire száraz levegő érkezik fölénk, a napsütést kevés felhő zavarja, száraz időre van kilátás, enyhébbek lesznek az éjszakák, melegebbek a nappalok. A hőmérséklet délutánonként országszerte 30 fok fölé emelkedik, a jövő hét első felében egyre több helyen a 35 fokot is meghaladja. A mai sarlós boldogasszony nap hasonló terminus medárd napjához, ha ekkor esik, a következő 40 nap esős lesz, tartották az ország egyes részein, ez így egészen Lőrinc napig eltartana.